Sziasztok, Kressz vagyok, és ebben a videóban úgy gondoltam, hogy megint felhozok valami olyan témát, ami eddig nem volt. Mert láttam, hogy tetszik nektek az ilyen újonnan készült, és hát mondom, hogy új sorozatok. Tehát ilyen volt a glitches, ilyen volt a memoriálos. Szóval, hogy ne csak PvP-zek, hanem ilyen különböző más jellegű videókat is készítsek. És elég sokan kértétek azt, hogy készítsek olyan videót, amiben valamit megmutatok, tehát ugyanúgy tutoriált, amilyen szoktam mondjuk PvP-ről, csak hogy ne kimondottam PvP-s legyen, hanem mit tudom én, mountokat, vagy honnan lehet gírt farmolni, szóval az ilyesmikre gondolok, hogy vajon ilyen videókat, hogy készítenék-e, és ilyen kérdésekkel jöttetek, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor megint belekezdek egy másik sorozatba, és ebben most akkor szerre végigmenjünk az összes olyan mountos, az olyan instákon, amelyikben mount droppol. Általában ugye az utolsó boss, persze mondjuk ott az nem utolsó, de a mai videóban az utolsó boss, és amint a címből kiderült, ez a mount ez nem más, mint a Swiftwhite Hostrider. Ez a bizonyos sólyomszerűség, mert ugye a halk az sólyom. Ez a mount, ez a Blood Elf mountoknak a úgymond fehér változata, mert ugye a Blood Elfnél a red vagy purple vagy ezek a mountok mindig néznek ki, csak nem fehér. Illetve annyi, hogy ezt Aliskarival is elérhető, szóval hogyha Aliskaritok van, akkor lehet ilyen Blood Elf-szerű mountotok. Na most akkor beszéljünk arról, hogy is lehet megszerezni. Ugye, amint nem tudom, már biztos egyesek tudják, Magister Terrace HC-ba esik ez a mount, utolsó bossban, amit Kel'Thas Sunstrider-nek hívnak, és ebben az instában úgy tudok eljutni, hogy elmentek satratba, onnan átteleportáltok Kel'Thas, az ugye satrat közepén, itt mutatom, van egy ilyen portál, itt átjöztök, és akkor bedob titeket ide, de most akkor innen Kel'Thasból szépen itt felsétáltok fel az instáig, és akkor ott van az a bizonyos insta, ahol esik ez a mount. Amit még tudni kell az, hogy igazából egy Phoenix Hatchling is ugyanitt esik, ugyanebből a mountból, csak egy kicsikét másak a szorzó, meg az esélye, most nem szorzó, figyeljük, az esélye annak, hogy mikor esik, ugyanis mondták pár, hogy amire kiformolták ezt a bizonyos madarat, arra már 4-5-ször kiesett ez a Phoenix Hatchling, tehát Companion. Na most felmerül a kérdés, hogy hogyan is farmoljuk ki. Először is, amikor az Insta elejéhez értek és még nem vagytok bent, mindenképp győződjetek meg afelől, hogy HC van, mert én párszor átmentem normál és így néztem, hogy aha, ügyes voltál Kresszer, szóval mindenképp nézzétek meg, hogy HC van-e biztosra, illetve ami jó taktika az, hogy rohanj végig az Instán szó szerint, úgyhogy a legkevesebb trash-et húzzátok be. Tehát ez azt jelenti, hogy a falat ölelitek, minden. Lényegtelenben 86-os, hogy a trash is egy két ütésből konkrétan meghal, ahogy itt látjátok. Szóval nem nagy dolog, viszont azért jobb elkerülni, mert ha elkerültek, akkor egy átlagos 85-ös karakterrel 4-5 perc alatt simán végig lehet menni rajta. És ugye mivel naponta ki lehet ütni, ezért azt hiszem naponta van? Mert RHC, vagy nem RHC, de Dungeon HC, igen, azt hiszem naponta lehet kiütni. És ugye most ez a 4-5 perc az nem sok, hogyha úgy veszitek. Na most, kezdjük el akkor, hogy körülbelül hogy néznek ki a bosszok. Az első boss az igazából semmi különös, az a lényeg, hogy ledépieselitek, hát nehéz ezt kimondani, nagyon jó. Meg amúgy meg vagyok fázva még mindig, szóval nehéz így beszélni, úgyhogy egyik megérzem a torkomban ezt a, tudjátok miről van szó. Úgyhogy az első boss az semmi igazából, az bármilyen karakterrel megölitek. Második bossnál igazából, hogyha a falat ölelitek, itt látjátok, akkor ki lehet kerülni a trash-t, és akkor nem kell velük szenvedni. Illetve a harmadik bossnál ilyen elitekből áll, tehát nem egy boss, azt hiszem 4 vagy 5 elit. És ami lényeg, hogy AOE-vel gyorsan megölitek, tehát ez Blaze Storm, bármilyen egy AOE. Simán le lehet DPS-elni. Egyébként az Insta nem kéne semmilyen 85-ös karakternek vagy klassznak mond nehéz legyen. Tehát nem kéne gond legyen az, hogy megöljétek. Mert 80-oson még nem volt olyan, de 80-oson is már úgy szóloztam, hogy igazából szerintem bárki szóloztam, mert ez egy 70-es Insta, úgyhogy ja. És akkor még egyszer elmondom, hogy tényleg nem okozhat problémát szerintem egyik klassznak se a szólozása. Illetve, hogyha még akartok valamit tudni, akkor az, hogy azt hiszem 3 vagy, tehát úgy írja arra, hogy 4-től 12, de szerintem olyan 3-4% esélye van annak, hogy esik. Szóval, hát olyan, nem azt mondom, hogy 10, de majdnem, hogy 50-szer be kell menjetek szerintem ahhoz, hogy kiesen, ami kb. Másfél hónapot fedez, hogyha naponta ütitek. Ugyanúgy, hogy az Anzut is, meg az egyéb ilyen mountokat.
Na szóval ez a videó ilyen rövid lett volna, mert nem az volt a lényege, hogy 20 percet pofáznak, hanem csak gyorsan beszámoljak arról, hogy tulajdonképpen milyen mountot is lehet itt kifarmolni, illetve ha szeretnétek még ilyen videót, akkor írjátok le kommentbe. Valószínűleg most nem kell leülni, vagy nem valószínűleg, hanem biztos, hogy nem kell leírni kommentbe azt, hogy milyen mountot, mert úgyis szerre végigmegyek az egészen. Viszont ha van kedvenc mountotok, ami Instában esik, akkor esetleg azt következő videóban megcsinálom, de persze akkor nyilván írjátok le kommentbe. Na jó van, beleszimogtam a végére, fakel, nem bírtam ki. Úgyhogy akkor tényleg még egyszer köszönöm, és remélem tényleg, hogy akkor úgymond ez a sorozat is tetszeni fog, illetve ha van még igényetek tutoriálos videóra, tehát az fedezhet bármit igazából. Lehet ez levelinges, lehet ez alapgírszerző, lehet PvP gír, aréna tippek, ilyesmi, bármi szóba jöhet igazából, ami WoW-val kapcsolatos, azt nyugodtan jelezzétek nekem, és akkor igyekszem, hogy olyan tartalmakat készítsek, ami számotoknak megfelel, és tetszik nektek. Úgyhogy akkor majd a következő videóban találkozunk, és sziasztok!